Kedves vendégeim, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Itt van György Főpap, a te könyvtárad. Mindenki számára nyitva áll. Ritkaságok és kuriózumok a 240 éve alapított Klímó könyvtárból című jubileumi kiállítás megnyitójára. Nagy tisztelettel köszöntöm Püspök urat, aki a Klímó könyvtárt tulajdonosaként, ennek a csodálatos gyűjteménynek a gazdájaként minden alkalommal megtiszteli munkatársainknak a munkáját azzal, hogy megjelenik és köszöntőt mond neki. Köszöntöm professzor Müller Pétert, aki az egyetemi rektori jelentés nevében, valamint a Bölcsészettudományi Kar tudományos végállítések pozíciójában fog bennünket köszönteni. És köszöntöm, professzor doktor Madas Editet, a Magyar Tudományos Akadémia OSK Fragmenta Kódikó Műhely Kutatócsoportjának vezetőjét, valamint professzor Szelestei Nagy Lászlót, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar egyetemi tanárát, valamint Verók Attilát, az Eszterházi Károly Főiskola dékánhelyettesét, főiskolai docensét a Média Informatika Intézetből. Ez utóbbi kollégákat azért említettem, mert rendkívül nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a kiállítás megnyitó előtt néhány perce most fejezte be a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtörténeti Munkabizottsága 2014. évi tavaszi ülését. Ez az alkalom, hogy ők kihelyezett ülésüket itt a Klímó könyvtárban tartották, annak elismerése, mi legalábbis ezt így vesszük, hogy az a munka, ami itt a Klímó könyvtárban folyik, az a tudományos kutatói munka, az elismerése tarthat számot, és a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtörténeti Munkabizottsága ezen ülésén, amelyen nagyon érdekes szakmai előadásokat hallhattunk, talán precedenst, egy jó példát teremtett ezzel, hogy vidéki helyszínen tartja az ülését. Az én tisztem az a vendégek köszöntésén túl, hogy felkonferáljam azokat, akik egyrészt köszöntő gondolataikat elmondják, és Püspök urat fogom erre kérni, illetve Müller Péter dékánhelyettes urat, majd utána felkérem Szelestei Nagy Lászlót, hogy nyissa meg a kiállítást, és az ő megnyitó gondolatai után Smercer Pohánka Éva, a Történeti Gyűjtemények osztályának vezetője fogja a kiállítást bemutatni, és szokásához híven a Történeti Gyűjtemények osztálya munkatársainak munkáját is el fogja mondani. Én mielőtt átadnám a köszöntő szót Püspök úrnak, illetve dékánhelyettes úrnak, azt szeretném elmondani az egyetemi könyvtár vezetőjeként, hogy sok kiállítás megnyitón vettünk részt az elmúlt 15 évben, másfél évtizedben, de azt gondolom, hogy ez a kiállítás megnyitó, amely egy jubileumi alkalom, különleges abból a szempontból is, hogy csatlakozik az anyaintézményünk az egyetem jubileumához, és talán nem tűnik szerénytelenségnek, hogyha itt most Önöknek nyilvánosan elmondom, hogy formálódik bennünk az a gondolat, hogy miután az egyetemnek az a szlogenje, hogy az ország első egyeteme, talán mi is felvállalhatjuk most már nyíltan nyilvánosan, hogy az ország első nyilvánosságára. A Pécsi Tudomány Egyetem püspöki jogelőt voltal rendelkező könyvtára. Ezen a főigazgatói bevezető gondolatok után Püspök úr, átadom a szót. Szeretettel, tisztelettel köszöntöm főigazgatóasszonyt. Minden kedves megjelent szakmát képviselő és érdeklődéssel jelenlévő résztvevőt. Könyvtárban, különösen ha régi könyveket szemlél az ember, különösen ha kódexek előtt hajt fejet, akkor valahogyan kiemelkedik az a gondolat, hogy itt a szellem, az értelem, a kutatás előtt hajtja meg a fejét az ember, több szempontból is. Azért is, mert oldhatatlan vágy az emberben, az emberiségben a megismerés, az igazságnak a keresése. És a szellemnek a diadala az is, hogy
a megismert igazságot, tapasztalatot, a tudást, a rendszerezett tudást szeretné megőrizni, szeretné az utána jövő generációnak nagyon pontosan a maga megküzdött útján kiérlelt gondolatait átadni, szeretné ezt megőrizni. És a tisztelet azért is jár, mert mindenkor, minden kultúra a legjobb erőit és lehetőségeit gyűjtötte össze ahhoz, hogy a tudást, ezt a tapasztalatot, ami a világ megismerésére, az ember az egyetemes ismeretre irányul, ezt jól és megfelelően, szakszerűen őrizze meg és adja át az utána jövő generációnak. És persze tisztelet jár azoknak is, akik a szellem különböző területein dolgoznak, és arra is pénzt, energiát, figyelmet fordítanak, hogy hogyan lehetne ezeket az érdekességeket, hogyan lehetne összegyűjteni, és átadni az ifjúság számára, hogy ők maguk is hatékonyabban tudjanak elmélyülni, mind a tudományokban, az igazság megismerésében, önmaguk megismerésében. Ilyen módon is tisztelet a szerzőknek, az alkotóknak, tisztelet a gyűjtőknek, és a könyvtár 240 éves évfordulójára emlékezvén tisztelet a püspök úrnak, aki egy nagyon sajátos kulturális helyzetben, történelmi helyzetben nagyon fontosnak tartotta. Olyan értékes ismeretet, tudást gyűjtő anyagokat gyűjtsön össze, és adják majd a nyilvános kutatás, tanulmányozás számára tisztelet feléje is. Ugyancsak tisztelet illeti azt a gondolatot is, hogy ezek a kincsek és azok a könyvek, kódexek, amelyek itt most majd bepillantást engednek saját maguk világába, ezek azzal a szándékkal kerültek összegyűjtésre, hogy majdan a kutatás, a tudomány szakavatott képviselői az egyetemes kultúra, az egyetemes tudás felhasználáshoz használják fel ezeket. Vagyis mindig megjelent az egyetemnek és az egyetemességnek a gondolata is. Ezért is öröm számomra, hogy az egyetem születésének 650. évfordulóját így módon is tudjuk előkészíteni már magát az ünneplést és az ünnepséget. Kívánom, hogy az itt jelenlévő érdeklődők, szakemberek is örömüket lejjék az egyetemes tudás feltárásában segítkező kódexek szemlélésében. És talán nem lehetne alkalmasabb időpontot találni annak bejelentésére, hogy nemrégiben egy igen értékes, egyházmegyéhez kötődő kódex került az egyházmegye látóterébe, sőt, tulajdonába, és alkalmasint, amikor ennek elérkezik az ideje, akkor természetesen a szakma igen tisztelt képviselői számára hozzáférhetővé tesszük, azzal a céllal, amivel itt a mögöttünk lévő kódexek is összegyűjtésre kerültek. Kívánom mindenkinek, hogy ez a tárlat is lelket, szellemet emelő kiállítás legyen. Köszönöm mindenkinek, aki ebben szakmájával, emberségével segített részt vett. Köszönöm szépen. Tisztelt Püspök úr, főigazgató asszony, igazgató asszony, Békán úr, kedves kollégák, vendégek, sok szeretettel köszöntöm Önöket a Pécsi Tudományi Egyetem nevében. Ezen a helyen én kb. 40 évvel ezelőtt jártam először, nagyon gimnáziumból jöttem át, és ebben a teremben meglepve fedeztem fel, hogy itt sorakoznak a nagy francia enciklopédiának a kötetei. Valahogy más tanultunk mi akkor a gimnáziumban, a világnézetünk alapján címmel, és ez a két dolog valahogy a fejemben akkor kicsit átrendeződött, hogy egy püspöki könyvtárban az enciklopédia köteteit is lehet látni. Egy évvel ezelőtt volt itt egy nemzetközi megállapodás aláírása, ugye nem ebben a teremben, ebben az épületben, még
Visegrádi Ország Egyetemnek közösen elindított egy angol nyelvű nemzetközi tanulmányok képzést, és itt voltak Krakkóból, Brunóból, Veszterceványáról, és hát nagyon büszkén mutattuk nekik a Klimó gyűjteményt. Amikor tavaly Nagy Imre irodalomtörténész professzorok, akit örömmel látok, hogy itt van a jelenlévők között, megjelentette Öt torony című kötetét, amelyik Pécs irodalmi műveltségével foglalkozik a kezdetektől a 20. század elejéig, akkor ő öt intézményt jelölt meg, mint amelynek a műveltségnek a létrehozója, fenntartója és működtetője. A Pécsi püspökséget, az egyetemet, a könyvtárat, a sajtót és a színházat. Hát ebből az ötből három itt most egyidejűleg tulajdonképpen ebben az intézményben jelen van. Magának a létrejöttnek az egyik motivációja természetesen az volt, hogy Klimó György nagy kedvelője volt a könyveknek, szenvedélyesen gyűjtötte a könyveket, de ebben a szenvedélyben volt egy távlati cél is. Ő ezt a gyűjtést azért is folytatta, mert azt remélte, hogy ennek a könyvtárnak a bázisán majd a Nagy Lajos király által alapított, de aztán megszűnt egyetemet újra lehetne alapítani. Ez az ő életében is, aztán a 19. században nem következhetett be, de az, hogy a trianoni időszakot követően Pozsonyból Pécsre tudott kerülni az Erzsébet Tudományegyetem, abban nagyon komoly szerepe volt annak, hogy a Klimó könyvtár itt rendelkezésre áll. Gróf Zichy Gyula megyés püspök akkor 1923-ban örökös letétbe tulajdonképpen az egyetem céljaira rendelkezésre bocsátotta ezt a gyűjteményt, és ezt a kezdeményezést Kléversberg Kuno vallás és közoktatásügyi miniszter is nagy mértékben támogatta, hogy az egyházi gyűjteményt egyetemi oktatási célokra föl lehessen használni. Tehát látjuk, hogy ennek a könyvtárnak a történetében az egyetem folyamatosan szándékként vagy tényleges szereplőként is jelen van. Úgy is lehetne fogalmazni, hogy a Klimó gyűjtemény az tulajdonképpen egy olyan fajta quintesszenciája a város szellemi életének, ami az előbb említett öt pillérből hármat összekapcsol, a püspökséget, az egyetemet és magát a könyvtárat. Ennek a helynek természetesen van egy különös aurája, nyilván a régiségnek a hangulatát érezzük meg, de amikor az ember valamilyen élményt él át, akkor tulajdonképpen több időség keveredik össze egymással. Tehát itt most mi azért vagyunk részben, mert 240 évvel ezelőtt lett nyilvános ez a könyvtár. Részben azért vagyunk itt, mert egy most épp ebben a pillanatban megnyíló kiállítást avatunk föl. És hát itt valahol oszcillálunk az időben, ebben a 240 évben most, és nyilván kiki hozzáteszi a saját élményeiből tapasztalatait, amelyek vagy ez a helyhez, vagy ez az intézményhez, vagy a könyvhöz, az olvasáshoz kapcsolják. Azt gondolom, hogy ez egy eleven helyszín, nem múzeum, ez egy olyan hely, ahol a kutatók folyamatosan járnak, újabb és újabb tudományos fölismerések születnek meg itt, úgyhogy ez egy nagyon fontos szellemi közege Pécs kulturális életének. Azt is Püspök úrván említettem, hogy tehát az is fontos hangsúlyozni, hogy most megnyílik egy olyan kiállítás, amelyik részben ritkaságokat tesz láthatóvá, betekintést lehet nyerni olyan kódexekbe, kötetekbe, amelyek egyébként nincsenek hozzáférhető módon. Úgyhogy ez tulajdonképpen egy kitűnő ünnepi alkalom is, hogy kicsit a mélyére is tekinthessünk ennek a gyűjteménynek. És hát maga a rendezvény az a Pécsi Tudományegyetem és a Pécsi Egyházmegye közös rendezvény sorozatába illeszkedik. Ennek lesz ősszel egy további programja, egy kétnapos tudományos konferencia, amelyik a könyvtártudomány szakembereit fogja összegyűjteni. Úgyhogy én is hasonló püspökhöz gratulálok mindazoknak, ennek a kiállításnak a létrehozásában részt vettek, és jó böngészést kívánok mindenkinek a továbbiakban. Köszönöm a megtalálást! Tisztelendő püspök úr, dékán helyettes úr, főigazgató asszony, kedves kollégák, hölgyeim és uraim!
Zicsi Gyula pécsi megyés püspök az 1923-ban Pécsre került Erzsébet Tudományegyetem rendelkezésére bocsátotta örökös letétként a Klímógyőrgy püspök által alapított könyvtárat. Most Klímó püspök könyvtára nyilvánossá tételére emlékezve hadd kezdjem a mondandómat a mai örömteli tény tudatosításával. Újra minden kényszer nélkül együtt ünnepel a gazdag könyvtárat letétbe helyező tulajdonos utóda és a megajándékozott intézmény képviselő. Újra együtt láthatjuk azokat a kincseket, amelyeket Klímó püspök annak idején nagy gonddal helyezett el gyűjteményében. Mint a gyűjteményben kutató személy, hálát adok Istennek, és megköszönöm a jelenlévő illetékeseknek, hogy ezt az ünnepi alkalmat lehetővé tették. Majdnem fél évszázadra visszatekintve, hát ez nem mindig volt így, azt tudjuk. Megnyitomban igyekszem olyasmit megfogalmazni, ami nem mérhető a műkincsek egyedi értékével vagy számával, hanem a helyszellem sugallja. Az egyes tételeket kiki végignézi, elcsodálkozik azokon, aztán pedig felteheti velem együtt a kérdést. Miért van az, hogy a kor könyvtárainak, a pécsinek, a kalocsainak, az egrinek, a gyulafehérvárinak remek egyedi darabjai és azok együttléte egymástól eltérő kérdésfeltételt követel? Például az egy évtizeddel későbbi kalocsaiban jóval több a puszta könyvértékek száma. A mai helyzetet tekintjük középkori kódexekből a pécsi tíz alattival szemben 60 akad, ősnyomtatványokban a 25-tel szemben 508, 16. századi nyomtatványokból a 700-al szemben 3500, a sort folytathatnánk. Az elmúlt évszázadokban mégis a pécsi gyűjteményre lehetett jobban támaszkodni történeti kutatásokban, olyan kiváló emlékekre, mint a Nyírkállói Magyi Kódex, Ulászló Kori formuláskönyv, a pécsi Missale, vagy az 1770-ben vásárolt középkori oklevélgyűjtemény. Kimondatlanul, persze ez az észrevétel azt is tartalmazza, hogy Pécsett a Klímó könyvtár életében és halála után nem csak reprezentációs kellék volt a könyvtár, hanem a püspök szándékának megfelelően a tudományos élet és az oktatás serkentője is. Mert Klímó tudatosan és odaadással alakította könyvtárát, Magyarországon hozzáfoghatóan csak Eszterházy Károly egri püspökkel cselekedett hasonló felfogás alapján. Mindketten egyetemet szerettek volna székhelyükön létrehozni nyilvános könyvtárral. Nem véletlen, hogy Eszterházy Károly 1787-ben, még könyvtára nyilvánossá tétele előtt, éppen a pécsi könyvtár gyarapításában létrejöttében is nagy szerepet játszott könyvtárostól, Koller József jeles egyháztörténésztől kérdezte, hogyan állíthatná biztos sinekre az általa összegyűjtött könyvtár sorsát, érdeklődött a Klímó halála utáni nehézségekről. A magyarországi 18. századi püspöki gyűjtemények létrehozói, miként általában 18. századi püspökeink, előkelő családok sarjai, a római kollégium germanikum egy hungarikum neveltjei. Klímó György csak 1753-ban kapott nemes levelet, mert meg lehet nézni. Idézőjelben csak Magyarországon, Budán és Nagyszombatban tanult, és miként azt újabban sikerült bizonyítani, Bécsben hivatalt viselvén vált az itáliai reformkatolicizmus a katolikus felvilágosodás hatékony közvetítőjévé. A bécsi itáliai gócoktól, nunciatúra, udvari könyvtár kapott ösztönzésekből,
és a soknyelvű Magyarország sajátos igényeinek kielégítésére fontos könyveket fordítatott, majd adott ki latin nyelven. Egyházmegyéjében később ugyanez vezérelte. Hangsúlyoznunk kell, Klímó György egyházmegyéjének nagyon jó pásztora volt, különösen a hitélet területén tett sokat. Bőven volt ennivalója, török után végre kellett hajtani a trentói zsinat reformjait, a papképzés és a lelkipásztori munka színvonalát emelni. Ő ezeket a reformkatolicizmus eszméjével láthatva szorgalmazta. Tevékenységével állapotbeli kötelességét teljesítette. Ebből fakadnak, tehát abból, hogy jó püspök volt, oktatási és művelődési reformjai. Örömmel szemléljük a középkori kódexeket és ősnyomtatványokat, ám szívünket főleg a tárgyukban és vagy provenienciájukban Pécshez és az egyházmegyéhez kapcsolódó dokumentumok melegítik. A már említett Nyírkárlói kódex, a Pécsi Missale, a Koller József közvetítésével megszerzett okiratok és az általa másoltak, a kéziratos 17. századi pécsi énekeskönyv, a Klímó püspök környezetében lévő tevékenységének dokumentumai. Értékek, ritkaságok, de Pécset fokozottan azok. Ugyanígy a Pécs elmúlt 2,5 évszázadát tanúsító emlékek. A kiállítás jól példázza, hogy a Klímó könyvtár ritkaságokat és kuriózumokat bőven tartalmaz, de szerencsére ezekre rárakódott a kiállított tárgyak eszmei értéke. A Klímó püspök korában megindult tudományos törekvések eredményeként. Klímó jó környezetet teremtett maga körül. Elég, ha kanonokjának és könyvtárosának az említett Koller Józsefnek dokumentumait szemléljük. Ismert, hogy egyházmegye történetéért kapott dicséretet, ő maga Klímóra állította át. Az egyedi esetek kiemelése a könyvtár 240 éves történetéből nem homályosítja el a könyvtár mindenkori vonzó hatását, hiszen egy könyvtár élete nem a különleges alkalmak sorozata. Erre majd külön figyeljünk, hogy a mindennapokat is bemutatja a kiállítás. Például azért megemlítek egyet-kettőt. Kamnitz kancellár könyvkölcsönzése mellé könyvkölcsönzési és olvasói jegyzékek kerültek. Általában a ritkaságokat a könyvtár történetét bemutató látnivalók kísérik. A Klímó könyvtárat jelenleg muzeális különgyűjteményként láthatjuk az egyetemi könyvtárban. Állományáról 2001-ben megjelent Móró Marianna katalógusa. Interneten tájékozhatunk a kéziratokban, tájékozódhatunk. Nagyon készségesen állnak mindig rendelkezésünkre, és mindezt azért említem meg, mert nagyon fontosnak tartom azt a szembejövetelt, amivel a kutató találkozik. Én magam nagyon meglepődtem akkor, amikor az 1970-es évekre gondolok, és mondjuk a 2000 utáni évekre. Ezt személyesen megértem. Mit kiválthatok? Hát az, hogy a Klímó püspök környezetében nagy lendülettel elkezdődő történeti kutatások mentén a Klímó gyűjtemény az egyházi és a világi kutatók találkozó helye, mint egy együttműködésének jelképe lehessen, a mostani összefogás váljon élő gyakorlattá. Ennek jegyében nyitom meg a kiállítást. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen a köszöntéget.
megnyitó szavaikat, és azt gondolom, mindannyian kíváncsian várjuk Évit. Évi, a részletek, tiéd a szó, vezesse bennünket a kiállítás részleteit. Igen, tisztelt vendégtől, Fotorbéta helyettes úr, igazgatóasszony, professzor úr. Szeretettel köszöntöm Önöket a Primo könyvtárban. Nagy örömömre szolgál, hogy sok ismerős arcot látok, aki időről időre a kiállításunkon megtiszteli a rendezvényünket jelenlétével. Nagyon nagy öröm itt a 240 éves Primo könyvtárnak a enteriőrébe állni. És úgy gondoltuk, hogy ez az évforduló külön alkalmat adhat arra, hogy bemutassuk ennek a könyvtárnak a korabeli és a mai 21. században betöltött szerepét. Egy picit a történelembe szeretnék visszamenni, 1774-re, áprilisára vagy márciusának a végére, amikor ez a könyvtár még a püspöki palotában a torony mellett megnyitotta kapuit mindenki közhasznára. Ez nagyon-nagyon fontos volt. Magyarország első szakirodalom szerint nagy nyilvános könyvtáraként tartják számon a gyűjteményt, de a korabeli híradások, a Pressburger Zeitung és a Wiener és SZDR-ium két hétre vagy három hétre rávaló megjelenése híven tükrözte azt, hogy milyen nagyszerű kezdeményezés volt ez Timó püspöktől a könyvtárának a nyilvánossá tétele. Az a mondat, hogy bárcsak másoknak a fejébe is gyújna hasonló fény, ez nagyon sok mindent elmond, és követendő példának tartották, amit ő létrehozott. Amit dékán helyettes úr is mondott, hogy az alapgondolat a könyvtárnak a létrehozására nem csak egy saját magángyűjtemény és a magángyűjtésnek esetleg is egy szűk körben való használata volt, hanem hogy mindenkinek a használatára, és főleg a majdan esetlegesen felállítandó egyetemnek, amiért Primo püspök nagyon sokat tett a korába, használatára adja át a gyűjteményt. Így minden addigra létrejövő tudományának a köteteit beemeltette, nem csak a korabeli, hanem a korábbi, valamint kéziratokkal is gyarapította a gyűjteményt. A komplex intézmény kialakítását nem mutatja meg jobban más, mint hogy támogatta az 1773-ban Pécsre költöző Engel János Jurek nyomdász, tehát meg volt a nyomda, és átvette a káptalan tulajdonában levő 1760-as papírmalomnak a működtetését, tehát minden megvolt, ami a könyvkészítéshez kellett a városba, és itt volt a könyvtár, ami befogadója lehetett ezeknek a nyomtatványoknak. És én azt szoktam mondani, hogy voltak éppen Primo püspök a 18. század végén megteremtette azt az intézmény komplexumot, ami majd a 20. században az intézményi idézőjelbetett akkreditációt megvalósíthatta. Ez a könyvtár azért jött létre, noha nem jött létre, csak főiskolai oktatás a 18. század végén és a 19. században, hogy kiszolgálja ezeket a felső tudományos igényeket. És ennek jegyében gyarapítják az őt követő püspökök, és ezt mindig szem előtt tartják, mindig ott vannak, amikor esetőség adott arra, hogy itt egyetem alakuljon. És hát itt egy Zicsi Gyula püspök is, aki hát reménykedett egy katolikus egyetemnek a kialakításában, ahol a papnevelő intézet és a papi szeminárium is csatlakozhatott volna. És hát ennek jegyében gondolja úgy, és támogatja a vallás- és közoktatásügyi miniszternek azt a javaslatát, hogy ez a könyvtár már azért alakult, hogy egyetemi könyvtár legyen, váljon valóra 150 év múlva ez az állam, és legyen az egyetemi könyvtárnak az alapja. Mi ezzel a kiállítással most egyrészt a 18. századi alapállománynak a kuriózumait szeretnénk bemutatni, de nem akarunk megragadni csak a Primo korszakba, ugyanis a különböző évszázadban, két másik évszázadban is nagyon sok olyan kézirat és nyomtatvány került be a gyűjteménybe, ami méltán büszkeség lehet és a tudományos kutatásoknak az alapja. A kiállításunknak az egy részét természetesen a könyvtár történetnek szenteltük, bemutatva, mint Celestén Nagy László is említette, azokat a használati lehetőségeket, amik itt megvoltak a könyvtárban, a könyvtárnak a történetét, megtekinthetik, hogy kik voltak azok a személyek, akik itt kutattak, csak hogy híresebb pécsieket megnevezzek, Hász Mihály, Csajági Károly, Váradi Ferenc, aki a monográfiát írja, Mátyás Flórián, és bemutatjuk azokat a régi katalógusokat, amivel igyekeztek ezt a gyűjteményt minden szélesebb körbe propagálni. Egyetlen egy fájdalom, hogy sajnos a könyvtárnak a 2001-es említett könyvtárkatalógus előtt nyomtatott katalógusa nem jelent meg, de mégis érdekes, hogy noha kéziratos katalógusai vannak a 18. századtól a gyűjteménynek, nem csak azt mondom, hogy Magyarországon, de nemzetközi hírt szerez magának a könyvtár,
így jönnek olyan kutatók, olyan könyvigénylők, mint Kaunitz kancellár, aki a bécsi Hofbibliotékban nem talált meg egy forrásgyűjteményt, és azonnal Klimó püspökhöz fordul, mert közvetetten információt kapott arról, hogy ebbe a gyűjteménybe megtalálható az a kötet. Akkor most egy kicsit a kiállításról. Két interiőrben megpróbáltuk kicsit visszahozni, főként az egyikben a 18. század a millió. Többször emlegetett Koller József, azt hiszem szimbolikus személyisége volt a 18-19. Századi könyvtár történetnek. Könyvtárőre is volt a könyvtárnak, de amikor nem volt könyvtárőre, akkor is mindig ő volt a könyvtár felügyelő. Tehát ha be kellett valaki helyet ugrani, ha jelentést kellett írni, ő volt mindig, aki teljes mértékében átlátta a gyűjteményt. Most, hogy így átbogaráztuk a kéziratos gyűjteményét, grafomán ember volt, tehát ami a kezébe került, azt lejegyzetelte, és ez a gyűjtemény ez mindig található nálunk a könyvtárban, úgyhogy ott az asztalon, az eredeti Klimó könyvtárban használt asztalon megpróbáljuk azt a 18. századi kutatását, amit az egyetem történetéről, ugye ő másoltatja le azokat a dokumentumokat, amivel bizonyítható, hogy 1367-ben itt egyetem alapul. Szoros kapcsolata volt, ugye Rómában tanult, a vatikáni levéltárral, onnan több történeti forrásnak a másolat, tehát maga készíti el, vagy elkészíteti. Úgyhogy meg lehet tekinteni, régész volt, numizmata volt, történész, mondhatnék polihisztor, akinek majd több vitrínben is elő fog tűnni a szerepe. A másodon szintén a Pécsi Egyházmegyének egy következő korszakát, 19. század vége, vagy a 19. század második felét próbáljuk megidézni, ugyanis ez a könyvtár, mondtam, hogy komplex intézmény volt, de magában a gyűjteményében is komplexitást tükrözött, ugyanis nem csak a nyomtatványok és a kéziratok kerültek be, mint egy jó könyvtárba, hanem minden egyéb gyűjteményeket is. Nem létezett akkor még múzeum, nem létezett, püspöki levéltár az már volt, de érdekes módon bizonyos pécsi papok, kanonokok, nagyprépostok és még püspökök is dokumentumaikat a püspöki könyvtár kézirattárára hagyományozták, és itt ide kerültek a könyvtárba. Tehát ez a könyvtár múzeum, levéltár és könyvtár is volt egyszer, még olyan gyűjteményeik voltak, amely a majdan, meg az akkori középfokú, felsőfokú oktatásnak a taneszközei is lehettek. Egy csillagvizsgálaton berendeztetett 18. század végén a püspöki palota mellett éremgyűjteménye volt, ami sajnos eltűnt, de utána újra gyűjtik, hogy meglegyen. Ásványgyűjteményt kezd el gyűjtetni Eszterházi püspök. Múzeumi tárgyak kerülnek ide be a gyűjteménybe. Ez mi is most a kutatások révén, a kiállítás kapcsán fedezzük föl, hogy ez egy nagyon komplex intézmény, ami itt volt. Itt kerülnek ide ezek a kinevezési dokumentumok, Slávi Ferencnek a nagypréposztű kinevezése, Gír György püspöknek az 50 éves teológiai doktorátusának egy díszoklevele, és Walter Antal kanonoknak, akinek a teljes hagyatéka ide került, Slávi Ferencnek is egyébként a könyvtárban az utolsó mesterkanonoki kinevező oklevele. És akkor két teremben nagyon bő volt az anyag, és még így is sajnos húznunk kellett belőle, hogy mi az, amit kiteszünk, de úgy gondoltuk, hogy most tényleg azokat a kuriózumokat mutatjuk be, amiket nem lehet minden nap látni, nem lehet minden nap kézbe venni. Így a könyvtár történet után a vallástudománynak azok a kódexei, mint mindig emlegetnek, a pécsi püspöki könyvtárral kapcsolatban kerültek ki. Legrégebbi kéziratos bibliai 13. és 14. századi gazdagon illuminált kéziratok, ősnyomtatvány bibliák szintén kéziratok, vagy nyomtatott és gazdagon viszített. Ami külön érdekessége is már kiemelésre került, hogy a pécsi liturgikus életnek is számos olyan dokumentuma maradt itt meg a könyvtárban, ami egyedi, alig található belőle példány az országban, vagy például a pécsi misszálénak egyetlen egy olyan középkori ősnyomtatványa van, ami kimondottan Pécshez és a liturgikus élethez köthető. Megmaradt itt az országban, és összesen három példány ismert belőle. Ennek 2009-ben egy facsimile kiadását az Egyházmegye elkészítette. Két püspöknek az imakönyve ide került, valamint szepesi püspöknek a kezdeményezés. Ez nem fogok tudni minden végigmondani a vitrínt, ezért nagyobb léptékekbe fogok haladni. Olyan teológiai kéziratos munkák, amiknek a nyomtatott verziója még nem létezett abban a korban, ilyen kéziratos verziókban tudták használni ezeket, de később látszik, hogy a könyvtárba bekerül mondjuk majd a nyomtatott változata is. Tehát, hogy szisztematikusan próbálják bővíteni a gyűjteményt. És amit Szeresztény Nagy László is említett, ami nagy kuriózum és a történeti forráskutatásnak az egyik alapja volt, hogy Dobai Székely Sámueltől megvásárolta a püspök több Árpád-Anzsói vegyesházi, valamint még koraújkori
dokumentumot, amit Kohler József hihetetlen szisztematikusan és precizitással feldolgozott, négy kötetbe rendszerezett, tematikusan időrendben beköttette, és ezek a dokumentumok a 19. századi forráskutatásnak egyik alapjai lettek, amit sehol máshol nem lehetett megtalálni. Olyan, majd láthatják a kiállítást, hogy olyan nagy történettudósoknak a levelei érkeznek ide, hogy szeretnének idejönni kutatni, mint Szentpéter Imre, Szegfi Gyula, Szili Kálmán, mert tudják, hogy ezek az unikális dokumentumok csak itt találhatóak a püspöki könyvtárban. Ugye már emlegetett Magyar Kódex, az Ulászlóféle formuláriumos könyv, ami a jogtörténeti kutatásnak az egyik alapbázisa lehet. Megpróbáltuk még a gyűjteményben megmutatni azokat a specifikumokat, amit már Kohler József révén emlegettünk, hogy a régészeti kutatásoknak is bizonyos tárgyi emlékei be fognak ide kerülni a gyűjteménybe, vagy pedig könyvalapban manifesztálódnak itt. Gondolom Pécsiek azért többen tudják, hogy a többször emlegetett Kohler József volt az, aki 1780-ban a Péter Pál sírkamrát felfedezi, és arról a dokumentációt elkészíti, ennek itt található az anyaga. A Székesegyháznak a különböző korabeli átépítéseinek, az utolsó átépítésének, a Schmidt-félének, például az építési naplója Walter Antal kanal hagyatékából, az építésnek a számla kivonatai mind megtalálhatók itt a gyűjteményben. És akkor, hogy áttérjünk egy kicsit a bölcsészettudománynak a másik ágára, az irodalom és nyelvtudományra, olyan kéziratok maradtak itt fenn, hogy Tilódi Lantos Sebestyénnek egy hadnagyoknak való tanulságos versezetének a korabeli másolata, egy Nagy Imre tanárunknak a könyvében is közölt síralmas ének Pécs városának a török iga alatti szenvedéseiről egyetlen egy latin nyelvű kézirata csak itt a könyvtárban található, meg Csoltba Győző fordításával majd elolvashatják. Grammatikai munkák közül is több olyan, és az egyházi irodalomban is több olyan itt is dolgozó könyvtárosnak a munkája található meg, vagy kéziratot, vagy nyomtatott formában a vitrinekben. Van egy kuriózumunk, sajnos nem tudjuk, miként került ide, Petőfi Sándorné, Szendrei Júliának egy levele, nagyon bajos kis szövege van, érdemes elolvasni. És még megpróbáltuk a tudományágaknak azt a részét is bemutatni, a természettudományt, ami újonnan jön be ugye a felvilágosodás korszakában, de az egyetemi gondolat, amit Klimó püspök kitalált, az a természettudományos és a matematikai oktatást is magában foglalta volna, ergo ezeket a köteteket is be kellett emelni. Ami külön kuriózum a könyvtárnak is megemlítésre került, hogy orvostudományi munkák a kezdettől fogva nagyon szisztematikus gyűjtéssel bekerülnek a könyvtárba. Tudunk olyan 18. századi szabályzatról, hogy az ifjúság kezébe ezeket a munkákat egy átolvasással lehetett adni, az emberi test ábrázolását tartalmazó részeket, azokat ugye a látványba kerülni kellett, de ezek a könyvek megtalálhatók voltak, az itt található orvosok használhatták, később egy pécsi orvosnak a gyűjteményével, Batkovics József gyűjteményével is kiegészül a könyvtár, tehát befogadó a könyvtár minden téren, semmiatt lesz ilyen szertágazó a gyűjteménye. Ami külön kiemelendő, hogy folyóiratokban olyan unikális darabok vannak, amik az országban nem találhatók, meg egy-két lapos nyomtatványok, amiket itt a püspöki líceumi nyomdában nyomtattak a 48-as forradalom idején Pécs városában, valamint az első világháborúban kiadott világháború heti postája című újság, ami helyi lapnak számított, és a Hadtörténeti Múzeumban nagy örömmel vették tudomásul, hogy itt megtalálható a könyvtárban. Az utolsó három vitrínben megidézzük a múltat, ami nem létezik, azokat a külön gyűjteményeket, amik sajnos már nem maradtak fönn a püspöki gyűjteménynek, amiről beszéltem, hogy a komplexitását kiemelte. Az egyik volt a csillagvizsgáló, aminek a tornya most a püspöki palotának a délnyugati szárnya. Itt fölmérő és csillagászati eszközökkel rendeztetett be egy műhelyet a Klimó püspök, hogy majd az egyetemnek a természettudományos vizsgálatait itt tudják tartani. Ez a gyűjtemény ez megmarad, ez egy fizikai gyűjtemény, aminek egy pár darabja, egy jéggömb és egy földgömb itt látható is, összeolvad, és majd a középiskolai szertárba, mint oktatási taneszközként körülbelül 1940-es évekig követhető, onnantól sajnos kikerülnek a látókörből az államosítás után ezek a tárgyak. Úgyhogy csak egy lajstrom van róla, hogy milyen távcsövek és milyen eszközök voltak ebben. De ami érdekes, hogy amilyen külön gyűjteményt a Klimó püspök a könyvtárhoz és az egész kultúra és tudománypártoló gondolatához hozzárendel, annak a szakirodalma nagyon szépen elkezdi alakodni a könyvtárba. Így van a csillagászati szakirodalmak nagyon szép köteteket produkál
A másik ilyen külön gyűjtemény, már emlegettem, egy éremtár volt, Primo püspök messze híres volt az érem gyűjteményéről. Korabeli recepciók is ezt bizonyítják, hogy egy különleges gyűjteménye volt itt, amit sajnos 1804-ben elloptak. Majd a püspökség újra kezdi gyűjteni a gyűjteményt, de már azt a nagy gyűjteményt nem sikerül rekonstruálni, ami akkor eltűnt. Mi nem próbáltuk még rekonstruálni, csak érzékletesen a Janus Pannonius Múzeumtól kölcsön kapott egy-két éremmel bemutatni. Megtalált az összes katalógusa, és szinte az összes Árpád-kortól kezdődő királynak az arany-ezüst érmei, az erdélyi fejedelmeknek az érmei, egészen Mária Terézia II. József korszakáig kitette ezt a gyűjteményt, és emellett római császároknak, a római köztársaságkor és a görög kornak is arany, ezüst és bronz érmei megtalálhatók voltak, 3000 darabosra becsülik a gyűjtemény. Nagyobb gyűjteményeket is vásárolt fel, és itt lehet látni szintén, hogy az éremtannak a szakkönyvei is bekerülnek, kimondottan szakkönyvgyűjteményt is vásárolt fel a püspök a könyvtárhoz. És az utolsó gyűjteményünk már Eszterházy Pál László püspökhöz vezet át, aki 1793-ban egy ásványgyűjteményt állítatott föl, azt katalogizálta, ez a szerencsénk, hogy a katalógusok mindig megvannak, ami a rekonstruálást lehetővé teszi. 1793-ban elkészült egy katalógus, nagyrészt erdélyi bányákból, tehát Kapnikbánya, Felsőbánya, Kisbánya, akkor felvidéki területekről, Besztercebányai kerületből, valamint Magyarország területéről, Mecsekből is majdnem 1000 darabos ásványgyűjteménye volt a püspöknek, amely másfél évszázadon keresztül gyarapszik. Ezt a Pius Gimnáziumnak 1916 Bazicsi püspök átadta, szintén szertári anyagnak, és sajnos az államosítás után ezeket az anyagokat nem tudjuk tovább követni. Itt Pozsár Vilmos egyetemi adjunktus és az ásványtannak kiváló ismerőivel a saját gyűjteményéből megpróbáltuk rekonstruálni egy-két ásványt, amit ott kint látnak, azt még szorozzák meg kézzel, és az volt itt a gyűjtemény, amit átadott a püspökség a Pius Gimnáziumnak. Úgyhogy hát fogadják szeretettel tőlünk ezt a kiállítást, és én nekem most már csak hivatalos tisztségem van, hogy el ne felejtsen felsorolni, hogy kik azok, akik ennek a kiállításnak a létrejöttében részt vettek. Egyrészt nagyon szépen köszönöm kollégáimnak a munkáját, akik mindenki egy-egy tematikai egységet megkapva nagy lelkesedéssel vetette bele magát a munkába, itt Dezső Krisztinának, Szeberényi Gábornak és Szilágyi Mariannak. Valamint hát nem fogom elfelejteni Gergely Zsuzsanna kolléganőnket, aki a háttérmunkát biztosította addig, amíg mi készítettük, és az egész arculatot és a dizájnját a 240 éves évfordulónak ő tervezte meg. Köszönjük szépen a Pécsi Egyházmegyének a támogatását, hogy engedélyezte Püspök Atya nekünk, hogy azokat a kuriózumokat, amik az egyházmegyében őriztetnek, és a hajdani püspöki könyvtárnak a részét képezték, azokat most bemutathatjuk a nagy közönségnek. Köszönöm Dabázsi Zoltán levéltárosnak a segítségét, hogy ezt a kölcsönadást és a szakmai segítséget biztosított, és fölhívta néhány olyan dologra a figyelmemet, ami eddig nem volt tudható a Egyház megye könyvtárának a történetére kapcsolatosan. Janus Pannonius Múzeum igazgatójának, Baltáni Müller Juditnak és Gábor Olivér régésznek, hogy az éremtár viszonylagos rekonstruálásával, az érmek kölcsönadásával segítkeztek. És itt még Rajman János helytörténész numizmatának is köszönöm a segítségét, aki ezt a gyűjteményt a legjobban ismeri és segítette, hogy semmiképpen se olyan állomány kerüljön ki, ami nem tükrözné híven ezt a gyűjteményt. Pozsár Vilmos nyugalmazott egyetemi adjunktusnak, aki az ásványtani gyűjteményt rekonstruálta, és még egyéb kollégáimnak és barátaimnak, akik kisebb segítséget nyújtottak szállításba, restaurátori segítségbe és egy-két dokumentumnak a leírásába. Így Kakas Gábornak, Angyal Ildikónak, a PTL létesítményfelelőseinek, aki a kiállítás installációk elkészítésében segítette, Tegzes Ferencnek és az Országos Széchenyi Könyvtárban egy közmutatványnak a beazonosításáért, Vadas Editnek és Tóvízi Ágnesnek is köszönöm a segítségét. És csak a reklám kedvéért már dékán helyettes úr említette, hogy ez a programsorozat, amit az Egyházmegyével közösen szerveztünk, ez nem áll meg itt a kiállításban, mert ez a szemléltető anyag, amit meg tudunk mutatni. Október 16-án és 17-én pedig megmutatjuk élőben, hogy ezek a kutatások hogy manifesztálódnak tudományos előadásokban. A kiállítást úgy készítettük el, hogy nagyon sok olyan dokumentum kikerült a vitrinekbe, amiről előadást fognak hallani majd október 16-án és 17-én a Dóm Múzeumban. És úgyhogy oda nagy szeretettel várjuk önöket, majd külön meghívót azt fogunk küldeni. És hát köszönöm szépen a figyelmet. Bárkinek bármilyen kérdése lenne, majd közben még nézelődik, akkor nyugodtan kérdezem tőlem, vagy a kollégáimtól. Köszönöm szépen!